Az évek múlásával végre sikerült kiradírozni a köztudatból azt a vélekedést, hogy a hévízi tófürdő csak felnőtteknek való. A tó igen, de éppen ennek ellensúlyozására épült meg a gyermekrészleg. Jó, hogy strapabíróra tervezték, erre manapság szükség is van. Egyre több kis vendégünk is érkezett, és nagy örömmel használják a gyermekmedencéket, gyermektársalgunkat és a játszóteret. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az elmúlt egy év az tényleg sikeres volt ebből a szempontból, hogy egy másik vendégkört is sikerült szereznünk. Alapszolgáltatásunk az, hogy egy gyermekfelügyelő dolgozik a gyermekmedence mellett, és egy animátort is foglalkoztatunk az idén, ami egy újdonság, aki a szezonban reggeltől estig a gyerekeket szórakoztatja, és különböző programokat csinál számukra. Mit jelent a szezon? A szezon nálunk ugye elég hosszú, tehát augusztus 20-ával nem ér véget, és ameddig a jó idő engedi, addig biztosan, hogy üzemeltetjük a gyermekmedencét. És addig itt lesz a gyermekanimátor is, aki csoportos vízijátékokkal és szárazföldi kreatív foglalkozásokkal egyaránt leköti a különböző korosztályok figyelmét. Jószerével a gyerekek között él. 10-től este 6-ig vagyok, én minden órában más játékokat játszunk, más foglalkozások vannak, minden órában jönnek, és nagy igény van. Hogy lehet szót érteni a külföldi gyerekekkel? Angol és a német gyerekeket megértem, oroszokkal, hát igazából az orosz gyerekek is ellesik a magyar és a más külföldi gyerekektől a játékokat, és így belejönnek, és így megtanulják, hogy mit kell csinálni, és mi a feladat. Hány gyerekkel lehet egyidejűleg foglalkozni? Van-e valami limit? Hát igazából nincs, a kisebb korosztálynak is tartunk, és a 14 és a 10-14 év közöttieknek is van. Rajzolás, festés, jöhet minden korosztály, és a csapatjátékokban is minden korosztály megállja a helyét. Mennyire tetszik nektek a fürdő, mi mindent csináltatok? Sokat. Na, mesélj valamit. Jó volt, és sokat játszottunk. Én szeretem ezt a gyerekfürdőt, mert ott jól tudok így úszni. És ráérsz egyébként megszáradni, vagy már előtte mész is vissza? Hát inkább megszáradok, és utána megyek vissza. Mennyire szimpatikus önöknek ez a fürdő? Nagyon, nagyon szimpatikus. Évek óta ide járunk. El tudnak szabadulni egyébként a medence mellől, a gyerek medence mellől? Persze, mert itt van mind a két nagymama. Inkább a gyerekek kedvéért járnak ide, vagy saját maguk miatt? Hát mind a kettő. A gyerekek is nagyon szeretik, meg itt vannak a mamák, ők addig a tóba úszkálnak. Mi meg itt vagyunk a gyerekmedence mellett főként. Itt a példa arra, hogy sikerült megteremteni a több generációs vonzerőt. Az pedig szemmel látható, hogy a tófürdőben nagy üzem van. Minden talpalatnyi helyet kihasználnak a vendégek, pedig az augusztus 20-ai hosszú hétvége még csak most következik. Ez a hét talán a nyáron a legerősebb hetünk, és én azt gondolom, hogy a hétvégére még jobban fel kell készülnünk, és még több vendég fog érkezni. Egyébként érezhetően nőtt a létszáma az elmúlt napokban. Egyébként jó volt a szezon? Egyébként igen, meg vagyunk elégedve a szezonnal. A legforróbb nyári napokkal is? Igen, a legforróbb nyári napokkal is, bár nyilván akkor azért csökken a vendéglétszámunk, de idén ez valahogy mégis pozitívan tolódott el, hiszen ebbe a 40 fokos hőségbe is sok vendégünk akadt, igaz inkább a kora reggeli és a késő délutáni órákban.